századik születésnapja alkalmából köszöntötték Ódry Lajos nyugállományú őrnagyot, katonazenészt Zalaegerszegen június 3-án. A meglepetés köszöntésen részt vett Csizmadia Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség főkarmestere, Balaidz Zoltán, a város polgármestere, valamint a Kaposvár helyőrségi zenekar, akik meglepetés műsorral készültek az ünnepeltnek. Eljátszották Zalaegerszeg Ódry Lajos által komponált indulóját is. Az ünnepi alkalomból a nyugállományú őrnagynak átadták Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter és Ruszin Szendi Romulus altábornagy a Magyar Honvédség parancsnoka emléklapját. Végezetül pedig Ódry Lajos nyugállományú őrnagy levezényelte a magyar díszmenet indulót. Ódry Lajos karnagy 1957 és 1977 között vezette a zalaegerszegi helyőrségi fúvószenekart. Nyugdíjba vonulása után is aktív maradt. Zenét szerez és verseket ír. Megkomponálta a Zalaegerszeg város, valamint a zalaegerszegi honvéd klub indulóját. És mit üzen a mai kor katonazenészeinek? Muzsikáljanak úgy tiszta szívből, ahogy minden ember várja, minden magyar ember várja a muzsikát. Mert a muzsika az nem csak bánatot, keserűség, fájdalmat, hanem némelykor örömet is okoz. És aki muzsikát szereti, az rossz ember nem lehet.